Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Az éjszaka érkezett, hideg front hamarosan elhagyja térségünket dél-kelet felé, de egyébként is egy gyenge frontról van szó, szakadozott a felhőzete, ezért ma napközben az ország jelentősebb részén ismét bízhatunk több órás napsütésben. Északkeleten lehet erősebb a gomoly felhő képződés, ott néhány helyen kisebb csapadék is előfordulhat. Az észak-nyugatira forduló szél megélénkül, főleg ez jelzi egyébként a hideg front jelenlétét, de a délután órákban a tegnapi értékekhez képest csak néhány fokot csökkennek a csúcsértékek, többnyire még 17-21 fok közötti maximumokra készülhetünk. Aztán csütörtökre, péntekre erősebb lehűlés is következhet, mindez azt is jelenti, hogy reggelente 0 fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet, délután pedig általában 15-20 fok közötti maximumokra készülhetünk, de alapvetően mind csütörtökön, mind pedig pénteken marad a naposabb időjárás, ám pénteken délutántól érkezik majd a következő hidegfront, szombaton lesz eleinte csapadékosabb az időjárás, vasárnapra naposabb időre készülhetünk, és ismét melegedés valószínű. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!